Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttek. 5 percet még várni fogunk, mert még 2 kolléga egy úton van, úgyhogy még nem érem ennyi türelmet kapunk. Köszönjük! Nálj már én meg! Szia, Ádám! Hello. Ide okos, Hello. Szia, Soma. Szevasz. Van csak kendőtünk? Nincsen. Szó. Gyere. Nincs veszekedés. Nevet mondtok majd. Látsz, szerintem titok. Látsz, ki kezdett? A fiatalember fogja kezdeni, utána a hölgy és végül én. Hát akkor neki kezdek. Jó napot kívánok, Vámos Péter vagyok, a Fidesz székházának az egyik elfoglalója. Remélem, hogy az érdeklődés nem a személyemnek, hanem alapvetően az ügynek szól, de szívesen elmondom, hogy mi történt velem ma. Ma reggel 7-kor arra ébredtem, hogy 3 rendőr kopog dörömből a bejárati ajtóban otthon a lakásomban. Közölték velem, hogy gyanúsítottaké kihallgatásra szeretnének bevinni a rendőrségre. A küszöbben nem mondták meg, hogy konkrétan milyen büntetőt ügyel a kapcsolatban, azt mondták, hogy ezt majd később tisztázzuk. Ezt később egyébként a rendőrautóban tényleg sikerült kivarpóbázni, így akkor megtudtam, hogy igen, valóban a székházzal kapcsolatos dologról van szó. A 3 civil ruhás rendőr bőrkabátban érkezett, egy szürke színű Skodában hoztak el ide a hátam mögött látható Gyorskosi utcai épületbe, ahol nagyjából reggel 8 órától délig, 1:15-ig tartott a kihallgatásom. Én alapvetően elmondtam a rendőrség képviselőnek, hogy mit és miért tettem saját magam, illetve a kérdéseikre válaszoltam. Röviden ennyi. Tehát, hogy konkrétan az alapvető emberi jogok és az alkotmány és a demokrácia és a jogállam védelmében egyfajta hangsúlyozottan erőszakmentes polgári engedetlenségi akcióban vettem részt, ami szerintem korán sem, mint megtudtam a gyanúsításom az egyébként, csoportosan elkövetett garázdaság, tehát egy olyan békés tüntetés, ahol én egy nemzeti színű zászlót lengetek, és azt a 3 szót ismételgetem közben, hogy alkotmányt, demokráciát, jogállamot, ez szerintem nem csoportos garázdaság. Nagyjából ezt mondtam el a mondatnak. Az kiderült, hogy miért nem küldtek idézést? Nem, erre nem igazán válaszoltak, nyilván ők annyit mondtak, hogy a nyomozás érdekei így kívánták. Én jeleztem egyébként, hogy szívesen megadom a telefonszámomat, lakcímem ugye ismert, a későbbiekben remélem, hogy inkább telefonon vagy írásban idéznek, szívesen meg fogok jelenni és együttműködöm a hatóságokkal, ha szükséges részletesebben is föltárom számukra, hogy pontosan miért tartottam fontosnak megvédeni az alkotmányosságot és a jogállamot. Akkor folytatnám, én Pelle Andrea vagyok, a Társaság a Szabadságjogokért TASZ jogsegélyszolgálatának a vezetője, és azért vagyok itt, mert a TASZ
elvállalja az összes székházfoglaló védelmét. A sajtóból mi is értesültünk arról, hogy március 22-én megindították a nyomozást csoportosan elkövetett garázdaság miatt, és ma reggel történt az első demonstratív lépés a nyomozásban, mégpedig az, hogy indokolatlanul előállítottak két fiatal embert, székházfoglalókat. A mi álláspontunk az, hogy a rendőrségi törvény nem biztosít lehetőséget arra, hogyha valakinek ismert a lakcíme, tudják az adatait, hogy akkor egy ilyen nem nagy tárgyi súlyú büntető ügyben reggel érte menjenek a rendőrök, és anélkül, hogy tudjon készülni, védőt meghatalmazni, egyedül bevigyék őt a rendőrségre. Ilyen esetben a szabályos eljárás az lett volna, hogy kiküldenek egy idézést, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy felkészüljön a kihallgatására és gondoskodjon a védelméről. A TASZ álláspontja a polgári engedetlenséggel kapcsolatban az, hogy lehet, hogy bár időnként formálisan valamilyen bűncselekmény, garázdaság például megvalósul, ugyanakkor hiányzik a cselekménynek a társadalomra veszélyessége. Ebben az esetben véleménynyilvánításról, mégpedig erőszakmentes véleménynyilvánításról volt szó, nem volt kihívóan közösségellenes a székházfoglalók magatartása, nem volt erőszak a székházfoglalók részéről, tehát indokolatlan bármiféle büntetőjogi felelősségre vonás, és abban nyújtunk segítséget minden székházfoglalónak, hogy ellenük ezeket az eljárásokat megszüntessék. Számítanak erre, hogy másokat is be fognak idézni, illetve ki fognak hallgatni? Érkeztek már hírek arról, hogy másokat is kerestek az otthonukban, csak nem voltak otthon, és nyilvánvalóan most azon van a rendőrség, hogy beazonosítsa a felvételek alapján, hogy kik vettek részt a székházfoglalásban, és várhatóan nem ők lesznek az egyedüliek, akiket behívnak a rendőrségre. Bízunk abban, hogy ezt követően nem a lakásukra mennek ki reggel, abból a célból, ami az ő szavajárásuk szerint a nyomozás érdekeit szolgálja. A mi álláspontunk szerint a fiatalok megfélemlítéséről van szó, tehát bízunk benne, hogy a jövőben idézéseket fognak szabályosan küldeni. A székház dolgozóinak a megfélemlítéséről van szó bizonyos közleményekben, meg a betört ablakról vagy ajtóról. Erről lehet tudni valamit, hogy ez hogy történt? Nyilván erről azok tudnának beszámolni, akik ott voltak, de az én információim szerint véletlenül tört be az ablak, és egy Fidesz székház alkalmazott törte be. Nyilván nem direkt. A másik információnk az, hogy nem volt semmiféle erőszakos magatartás a székházfoglalók részéről. Azt is lehet tudni, hogy ott mások is megjelentek, nem ehhez a csoporthoz tartozók, és ők viszont erőszakos és agresszív magatartást tanúsítottak. Nem tudjuk, hogy vajon ellenük is indul-e eljárás. Ellenük, hogy én jól tudom, a kényszerítés miatt indított eljárást hivatalból az ügyészsége. Mit szólnak ehhez a tényálláshoz? Nem tudok érdemben, tehát azokról, akik oda mentek, hát, és... ismeretlen tettes ellen, bocsánat, hogy itt leereszkedem megint, hogy ismeretlen tettes ellen kényszerítés miatt folyik egy másik eljárás az ügyesség kezdeményezésére, ami ugye a székházfoglalók elleni cselekmények miatt indult. Nyilván ezt a konkrét körülmények ismeretében lehet megítélni, hogy milyen bűncselekményeket valósítottak meg azok, akik a székházfoglalók ellen léptek föl. Az lehet tudni, hogy a TASZ a határon túli magyar kisebbségek ellen elkövetett hatósági jogsértések esetében is ekkora erőkkel lép majd fel? Most úgy tudom, hogy ez a sajtótájékoztató a polgári engedetlenség és a székházfoglalók érdekében történik. Úgy, engem érdekel a TASZ álláspontja. Akkor ezt egy más alkalommal megbeszéljük. És az akciózók, azok szombaton is fognak székházat foglalni, húsvét szombatján, vagy pedig? Én a jogi képviseletüket látom el, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Én Olá Kata vagyok, a szombati tüntetés egyik szervezője, illetve én is részt vettem a Fidesz székháznál történt események során. Ez március 7-én történt, és mi egy békés, ahogy már elhangzott, egy békés demonstrációt szerveztünk a Fidesz székház udvarán. Ez azt jelenti, hogy ez egy polgári engedetlenségi akció volt, a földön ültünk,
és békésen, erőszakmentesen demonstráltunk az alkotmányos jogállam, a demokrácia védelmében, minden magyar állampolgár jogait sértő intézkedések, a negyedik alaptörvény módosítás ellen demonstráltunk ezen a napon. Bocsánat. Azt gondolom, hogy mivel ez egy polgári engedetlenségi akció volt, ennek során természetesen vállalunk minden következményt, ami azt jelenti, hogy minden jogi következményt is vállalunk, annak ellenére, hogy az intézkedést, tehát hogy a vádat alaptalannak tartjuk, és nem, tehát hogy ezt a, úgy gondoljuk, hogy ezt a fajta bűncselekményt nem követjük el. És holnap? Igen. Nem tervezünk holnap ugyanezt az akciót elkövetni. Ez egy egyszeri békés demonstráció volt. Holnap ugyanezen témában fogunk tüntetni, azonban egy békés tüntetés lesz a Fidesz székházon ki. Tudatosan szervezték az akciójukat éppen húsvét szombatjára, nagy szombatra? Engem katolikusként azt gondolom, hogy tudatosan állítottak elő nagy pénteken, megakadályozva ezzel azt, hogy a húsvéti ünnepet békésen, nyugodtan ünnepelhessem az otthonomban. Nem volt célunk az, hogy húsvétre a tüntetést szervezzünk, ez egy véletlen egybeesés. Egyébként... Van a demonstráció csak a közösségi oldalon szervezik, vagy pedig más módon is? Azt gondolom, hogy minden releváns kérdésre válaszoltam. Egyébként miért tartják békés demonstrációnak egy olyat, amikor hát eleve egy magánterületre hatolnak be, ablakot törnek be, ellenzegülnek a hatósági felszólításnak? Nem törtünk be ablakot, de ezt a bíróság hatásköre, és nem szeretnék további kérdésekre válaszolni. Lehet, hogy húzat csapta be az ablakot? A demonstráció esetleg elképzelhető, hogy holnap is mondjuk bemennek a Fidesz székház udvarára? Minden releváns információt elmondtam. Jó, én Misetit Bálint vagyok, szintén a március 7-i a Fidesz székház udvarában, illetve előterében lezajlott tiltakozás egyik résztvevője. Engem a korábbi rákoshegyi lakhelyemen keresett ma 8 óra előtt a rendőrség. Ez a családomnak volt lakóhely, most nem tartózkodtam. Most azért is vagyok itt, mert ahogyan a Társaság a Szabadságjogért képviselője elmondta, nem jogszerű az, ahogyan a rendőrség eljár. Mi ennek ellenére fontosnak tartottuk azt megmutatni, hogy nekünk nincsen mitől félni, nekünk tiszta a lelkiismeretünk, amit tettünk, az egy polgári engedetlenségi akció volt, az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállam védelmében, és a tettünknek minden erkölcsi, politikai és büntetőjogi következményét vállaljuk, tehát és még csak azt húznám alá, hogy nyilvánvaló, hogy a rendőrségnek az eljárása arra irányul, hogy minket megfélemlítse, illetve úgy általában az Orbán rezsim demokratikus ellenzékét megfélemlítse. Ezúton is üzenjük, hogy nem fog menni, nem félünk és nem hagyjuk annyiban. Bajnai Gordonnal kapcsolatban lesznek a holnapi lapfolyamán? Nem. A leghatározottabb nem a válaszunk. Nem, hát mégis egy... Gordonnal, de azt gondolom, hogy ez nem tartozik a jelenlegi sajtótájékoztató tárgyköréhez. Semmi közünk nincs Bajnai Gordonhoz azon kívül, hogy a jobboldali kormány propaganda azon keresztül igyekszik lejáratni a demokratikus ellenzékét, hogy összekösse Bajnai Gordonnal. Azt gondolom, hogy válaszoltunk a kérdésére, és ebben a tárgykörben más kérdésére nem kívánunk válaszolni. Köszönöm. És akkor most azt gondolom, hogy be is mennénk a rendőrség épületébe. Nem vagyunk szervezettek. Illetve ez irreleváns. Köszönöm. Ilyen utólag érkeztem, hogy hívták az ügyvédcsajt? Pelle Andrea. Ismerős, most csak bevállom. Pont próbálok tűnni. De ne kövess engem. Hát miért engem kövess, baszott meg? Ajaj, én magam vagyok a valóság. Thank you.
Majd kiszólnak, hogyha megtalálják az előadókat. Nem engednek be a szemben. Nem engednek be. Nem is mondtam. Utána az, hogy fáradjunk inkább az adott hivatalba, és akkor mondtam, hogy engem ma arra szólítottak föl, minap, hogyha időnyi nélkül, hogy minél hamarabb itt jelenjek meg. Különben további megkeresésekre számíthatunk. Bocsánat, a sajtó előtt olvassák fel az összes adatot? Én nem kértem, hogy itt van a sajtó, én csak az adatokat kértem, hogy itt van a sajtó. Mi viszont kérjük a sajtót, hogy a személyes adatokat... Semmilyen személyes adatot ne közöljük. Csak azért egy kicsit fura a dolog, hogy az egyik készítvétel beszélek. És jel főle. Köszönjük rá. Jó?
Jó? A hetedik tüntetés vezető. Hajnalban megjelentük a lakásunkat. Három nyomozó megjelent a lakásunkat, és idézés nélkül elő akartak bennünket állítani. Ezt mondjuk elvégben jó van. Onnan, hogy vannak olyan személyek, akik laknak az adott. Én igazából én a mostani három órára kérdeztem, hogy ez volt, ez hogy volt meg, mert most már értem. Ez nem volt igazából. Örülök, hogy irányítom. A hatóság részéről meg irányítom. Hát igen, volt egy ilyen, elhangzott egy ilyen hangnem, egyébként ez nem fontos. Azt gondolom, hogy minél hamarabb jelenjek meg itt, különben további mi vagyunk azok, akiket megkerestek reggel a lakásunkon. Mi azért jövünk be, mert ez egy tulajdonképpen egy ilyen szóbeli idézésnek és vállaljuk a következményeket. A többiek azért nem fognak bejönni, mert nem kapnak semmilyen idézést. Amennyiben kapnak, természetesen eldöntjük. Hát addig fogunk várni, amíg ki nem derül, hogy milyen hely. Most, igen, tehát lassan ideje lenne ennem, tehát reggel ugye a rendőrkopogásra ébredtem, teljesen véletlenül az apuzsában, hogy tegnapról maradt egy szelet csokoládé, az be is faltam azóta. Lassan időszerű lenne egyébként, tehát eltekintve meg reggelizni, meg hasonszörű dolgok. Márka néni, partit ezróját itt. Hát én igazán ugye zsem le Párizsi, hogy valami hasonlóra gondoltam, tehát nem feltétlenül ugye. Csak van egy közért valahol. Szerintem Marika nénihez elnézhetnénk. Marika néni? Péntek van. Oké, igen. Itt érdemben... Hamburger? A... Hamburger? Rövidet kérdezek a Pele Andrától, és akkor igazán mi volt, hogy csak úgy szeretnél. Ez
annyira gáz, normálisan befejezni az egyetemet, és akkor erre mindenféle jó kicsit. Igazán, Nikola, tehát a hálás... Ilyen dolgok hozzá köszönöm. Egyetül alkoholok, meg szerintem, hogy köszönöm, láttam, hogy voltunk. Azt kérdem, hogy lehet. Már én nem úgy értem, hogy te megérted. Akkor gyertek, menjünk reggelizni. Már én vigyesség. Igen, mi baj? És nem a robot, hogy hoztok egy gordonkát, hogy megmutassátok, hogy milyen gordonnal vagytok a különben? Nem tudok róla. De tetszik. Kafkát olvastam, igen. És gondoltad, hogy fogsz is vele találkozni? Így élőben? Nem, azt nem gondoltam, hogy valaha ebben a helyzetben fogom találni magam ennyire élesen, de mindig élik az embert meglepetések végül is. De ez most nem a Gregor Samsa sztori. Nem arra kérdezem. Azért hernyóval még nem ment. Nem hernyó. Nem hernyó. Elég a felső vezetés tagjai szóval ilyen. Szerintem sokat kellene súrolni, mind a kettő, mind más mellett. Pénteken nem tudom hányig, de nem, ezek szerint nem háromig tart, vagy nem négyig tart a hivatali idő. Ha már nincsenek itt azon az osztályon, akkor telefonálgatás. Még az is elképzelhető, hogy akkor még megpróbálnak valami főfőnököt előkeríteni, konzultálni, hogy most akkor mi legyen. De ugye ma reggel rá akarták azokat, akik most jelentkeztek. Igen, igen. Tehát csak akkor nem... elvileg, vagy csak nem az éjszakai munkásokat akik bevédni, és most már nappal értve rájtanak. Jó napot kívánok! Fiatal úr, fiatal! Nem, őket kell tájékoztatnom, mert igen, tájékoztattak. Nos, ugye arról tájékoztattak, hogy két opció lehetséges. Ugye, mivel, hogy ennek hivatalos idézést nem vettek át, ezért két olyan lehetőség van. Az egyik az, hogy nyilván, mivel, hogy nem volt ilyen, 5 órakor tudják önöket meghallgatni, amennyiben ezt megvárják, akkor 5 órakor jönnek a nyomozók és megteszik a kihallgatást, vagy pedig, ha úgy döntenek, hogy nem szeretnének részt venni rajta, mivel vagy nem volt hivatalos idézés, még amit eltöttek volna, azért erről le is mondhatnak, és akkor majd valamilyen a rendőrség által kihasztott időpontban újra fel lesznek keresve. Jó. Kívánnak most dönteni? Döntünk gyorsan. Várjuk meg az idézést. 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 Ja. Ez egy magánbeszélgetés. Lehet, egy nem média nyilvános néhány mondatot váltanánk. Köszönöm.
És bocsánat, kérdezhetek valamit, fiatal Ádám, hogy a Fidesz születésnapja alkalmából van a narancs színű ernyő, ami alá beálltatok? Szerény eszközeinkkel próbáljuk meg ebben. Lehetséges, hogy egy kis gyertyát hagynak a fejébe tűzletek? Ez van, ez jutott. Szerintetek lehet valamilyen koncepció abban, hogy milyen pontifeket keresnek meg? Én azt gondolom, hogy lehet. Igen. Én például szerepeltem tegnap az ATV-ben a szombati tüntetés kapcsán, ami egy teljesen legális és bejelentett tüntetés, ugyanígy a Fidesz székház mellé, ugyanígy alkotmány alaptörvény módosítás témában, illetve alkotmányos demokrácia témában. Úgyhogy ez egy furcsa és véletlen egybeesés minden esetre. Te hol szerepeltél? Hát engem a március 7-i Fidesz székház udvarában, illetve előterében zajló tiltakozás után az M1 többször főműsoridőben valótlanul Bajnai Budapesti szervezőjének nevezett, és hát akkor ott névvel szerepeltem. A Facebook profilomat mutatták, ami egyébként önmagában egy személyiségi jogi per képes dolog, de hogy mindesetre ott akkor névvel szerepeltem. Utána másutt is a jobboldali sajtóban, és engem onnan ismertek. A Bizlan Gergő az egy tiszta eset, mert hogy őt igazoltatták a Fidesz székháznál, ő volt az egyike azok keveseknek, akiket igazoltattak. A Vámos Pétert pedig valószínűleg azért, mert néhány nappal korábban az ELTE BTK-n, amikor a rektor helyettessel az egyetemfoglalást követő megállapodást bejelentették, sajtónyilvános eseményen, akkor egy igen agresszív jobboldali újságíróval keveredett, azt hiszem úgy hívják, igen, szópárbajba. Kihallgatottat, jó, addig várni kell tőlem, mert civilvajkon az otthon meg jön, és akkor is megérkeztem. Én ezt az információt kaptam, úgyhogy majd jönni fognak. Jó, nem ígérem az 5 óra 0-0 percet, én nem vagyok az ő helyükben, de jönnek is fel a fegyéket, jó? Köszönöm. Az 5 óra, nem 5 óra? Nem. Ki van, nem? Ki van, nem?
Lekutatóba. Mi a Tintin is végig ott vagyunk, és élőben nyomjuk, miközben mások már... Mások már kókadoznak. Amikor az érdekek találkoznak, mert a hírtévések se szeretnek fázni, meg azok is, akiket megpróbálnak elintézni, hogy ráfázzanak arra, amit csinálnak. Úgyhogy... Ez ilyen barátkozás a fronton. 1918. Pont olyan. Már mindenki ühes egy kicsit. De legalábbis mindenki nagyon fázik. Mindenkinek elege van a saját császárkájából. Nekünk nincs császárunk. Igen, de mindegy, az amikor egy, majd az a felbelülésről, akkor azért megint szigorúak lesznek. Én ezt közben megkérdeztem, hogy ez tök fura, hogy, a, hogy ez a korrupció, a gazdasági és korrupciós, nem tudom, micsoda. És hogy a legutóbb is voltál a Ferencvárosi ügyben, volt, hogy ott is az volt. Volt egy osztályvezető, aki azokat az ügyeket vállalta el, amik ilyen, hát... vagy máshová nem sorolhatók, vagy egész szenzitív ügyek korábban, és erre az osztályra ragadtak rá ezek az ügyek. Aha. Gyakorlatilag ezt az okat. Véletlenszerű. Hát, egészen véletlen, mert van jelentősége. Az András is mondott, hogy egyébként kerületi kapitányságon vannak a, ezek az ügyek, ezek nem a központi szerv, ez tartozó ügyek. Az osztály nevéből is nyilvánvaló. Úgyhogy nem teljesen véletlen, de a magyarázat az ez. Még bekapcsolják a robotzsarút. Ez fél óra, mire fölel. Arra kellene egy poliszi, hogy utána nyilatkozunk fel, hogy itt fogjon, mert nem is kellene. Most Bálint, elnézést? Igen? Soros György, nem tudott a mi óvét adni, hogy ne rúgatjon ki a gatyán? Nem. Akart viselni, ha már a magyar nemzet többször megírt, hogy a Soros György pénzel minket, akkor immár segíthetne. Rezsiben is akár. Üzenjük ezáltal is Soros György. Nekem még egy ilyen, szerintem bőt két óra, amire egyszer kell. Úr egyébként a belerondítok a filmjébe? De, hogy is, hát csak megmutatom.